vagyunk. Hároson. Szeres gépen, nem tudom mi a neve. A 104-es felszámú. Itt van a 305-ös Szergely vele. Remot Szergely. Tartályvonatot húznak. Az érdekes, hogy nincsen biztosító kocsi, azt hiszem így hívják. És hát igen, elég érdekes. Már láttunk ilyet, csak azon volt biztosíték kocsi. Vagy nem tudom, hogy hívják, hanem sima lapos kocsi. És az szokott itt a tartálykocsik előtt lenni. Ugye, nemrég volt, azt hiszem Fradival, ilyen baleset, hogy ugyanilyen szeres gép húzta. Szergely nem volt rajta, de a biztosíték kocsi siklott csak ki, és nem az egész tartály vonat, hanem csak a kocsi. Már róla a videó is. És, ha jól látom, jön egy szírmosszú, ezt megpróbálom felvenni. És neked ott az ővővi Taurus is, a Taurus is. Nyomok, de szerintem megérte ide is kijönni. Talán látszik a motor is, ugye nem tükröződik annyira vissza. Kép, nem tudom közelebb vinni, vagy hát engem nem akarom. Egyébként így abár befele fog menni Pestre. Szerintem ez Ferencvárosra fog átmenni. Várj, máshova nem is tudna, mindegy. És ugye szembe van tulajdon a áramszedő. Ami azért elég érdekes. Vagy a másik meghibásod, hogy valami történt vele. De azzal van engedve ugye. Mert mindig a hátsót kéne használni. Szóval, ja. Van még érdekesség, hogy régen a pályaszám egy kicsit más volt a Szergelyen. Nem tudom, mennyire látszik az M62-nek volt felírva, ugye? És nem 628-nak. Talán túloldalán jobban látszik. Ez megyenek fölt. Hát itt igen, talán jobban látszik az, hogy nem 62-nek volt írva. Ugyan, hogy 305-ös pályaszámú van. Közben 41-es fölt. És arra is jön egy. Nem tudom, mikor fognak indulni. Jelző egyelőre piros. De már szerintem egy órája biztos itt állnak. Kb. Már néztem.
térképem. Próbáltam megvárni, hogy elinduljanak, de hát másfél óra után nem igazán szerettek volna, ez mindig. És ahogy látjátok, már elkezdett lemenni a nap, úgyhogy én elindulok. Hazafelé. Szóval sajnos a kiállásra nem tudtam felvenni.